Jelentősen csökkent a hazai földgázfogyasztás tavaly ősszel. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint a földgáz felhasználása 2008 óta a legalacsonyabb októberi értéket mutatta. Eközben kiemelkedően magas a hazai tárolók töltöttsége, vagyis bőven van elegendő gáz az idei térre. Közben Magyarország kőolajellátása is folyamatos, a MOL ugyanis megállapodott az Adria vezetéket üzemeltető vállalattal félmillió tonna kőolaj szállításáról Horvátország felől. A száz halombatta olajfinomítóba fut be a 70-es években épült Adria kőolajvezeték. A csöveken érkező olaj mennyiséget egész évben, napi 24 órában figyelik a MOL szakemberei. A Horvátországból induló vezeték ugyanis nélkülözhetetlen, mert a barátság kőolajvezeték mellett ez az egyetlen hálózat, amin nyersolaj érkezik Magyarországra. És továbbra is jönni fog az olaj Horvátország irányából, ugyanis a MOL olajszállítási szerződést kötött a vezetékrendszert üzemeltető Janaf horvát vállalattal. A március végéig szóló negyedéves megállapodás félmillió millió tonna nyersolaj szállítását teszi lehetővé az Adria vezetéken keresztül, illetve a MOL abban is megállapodott a horvát vállalattal, hogy csak nem 150 ezer köbméter olajat tárolhasson Omiszájban és Sziszeken. Vagyis a mostani megállapodással egy újabb, az orosz vezetékrendszertől független pilléren keresztül biztosított Magyarország nyersolaj ellátása, ami azért létkérdés, mert a hazai energiaellátáshoz 80-90 százalékban importra szorulunk. Közben a másik fontos energiahordozó a földgáz tekintetében is jól áll Magyarország. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai szerint a hazai tárolók töltöttsége több mint 85%-os volt októberben, ami 11%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, illetve a földgázimport 150%-kal emelkedett. Ráadásul a földgáz fogyasztás 2008 óta nem volt olyan alacsony, mint októberben, ugyanis az enyhébb időjárás miatt csökkent a háztartások fűtési igénye, illetve az emberek is takarékoskodtak. Szakértők szerint ezek együttesen azt jelentik, hogy Magyarország földgáz ellátása biztonságban van. Energiafüggőség csökkentésének két lépcsője van. Növelni kell a belföldi energiatermelés arányát egyebek mellett Paks 2 megépítésével, illetve a megújuló energiatermelés bővítésével. Ez az első lépcső az energiafüggőség csökkentéséhez. Erről Horta Jólivér beszélt az m en A századvég szakértője kiemelte, emellett az is fontos, hogy külföldről minél több egymástól független szállítótól érkezzen energia. Ez azért fontos, mert hogyha valamelyik beszállítóval probléma merül föl, kiesik, akkor így pótolhatóvá válik más beszállítóval. Az elmúlt években ebbe az irányba is jelentős törekvések voltak, talán amit érdemes kiemelni, hogy mind a földgáz, mind a villamosenergia tekintetében nagyon jelentős eh, eh, határkeresztező kapacitásfejlesztések valósultak meg. Horta Jolivér hozzátette, a kormány nagy lépésekben halad az energiafüggetlenség erősítésében, például a hazai kitermelésű földgáz mennyiségét is évi két milliárd köbméterre emelték.